Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Welcome to this our annual Mother's Day celebration. A magyar iskolás gyermekeink virágcsokrok vagy virágszálak mellett ezt a kis műsort szeretnék átadni a kedves édesanyáknak, nagymamáknak és minden kedves hölgy vendégünknek, de aki férfiként van jelen, ő sem menjen sehova, hanem maradjon, szorongassa kedvesének a kezét, ha van kinek, szorongassa a kezét, és élvezzék együtt ezt a szép kis műsort. Jó szórakozást kívánok ezzel! Kedves édesanyák, dédanyák, nagymamák és asszonyok! Nagy áldás a világunknak, hogy ti vagytok! A történelmnek legyen az a százalokról visszatekintő, vagy csak a most elmúló hét napra erőszor a történetünk, mindig megvan a kis csillagások. Édesanyák, feleségek, nagymamák, anyámak, ti vagytok a kedvesség, türelmes tanítás, a betegeket óvó aggodalom, a családokat összetartó csendes, teszély és kitartó erő. Nem kilakhatok mindig, mert nem minden nap sütlátok a nap. De mindig ott vagytok, és nem semmi lehet vagytok. Ezen napot ünnepozok, áldott kilakás.
irányítottunk. Azok a gyerekek az én vezetőim, és megtanítottak magyarul. Szabózóban mit szeretnél látni? A múzeumot, a várost, vagy egy mozi előadást? Láttam plakátokat, amit azt hirdették, hogy anyák napja. Mi az, hogy anyák napja? Ja, persze üdvözként. Nálunk az a szokás, hogy május első vasárnapán megint pedig rád édesanyjukat. Ó, ez nagyon szép. Ilyesmi nálunk nincs. Most akarom látni rögtön. Hát az nem lehet, mert csak hónap lesz vasárnap. Nincs probléma, majd még éppen amit lehet állítani az időt. A hónapi napot? Persze, a mi bolygónkon nagyon fejlődöttek kikas, de ilyen szeretem, mint nálatok nincs. Na, majd így menet. Hát mondjuk, hogy Peti. Jé, valóban látom Petit. Csak a mikrofon. Ja, persze. Most mondd a többit is. Hát mondjuk, hogy Ákos, Viktor, Évoa és Peti. Anya, legfár miért nincs kenyeremen? Hozzá a barack legfár. Anyám, igazán, ha nem mehetek a új ruhámba, akkor nem megyek első fényéhez. Anya, most igazán nincs időm segíteni. Anyu, most nem akarok veled menni kirándulni. Petivel akarok menni a moziba. Hát ez nem úgy látszik, hogy ütepelés. Nálunk ezt úgy hívják, hogy hűtülés. Na, hogyan is van ez magyarul? Ja, persze. Hűtülni magyarul, grimaszkodni. Rosszul kapcsolod be az gépet. Menj egy kicsi előre. Kapcsolod be a ütepelés. Ja, persze. Kapcsolom rögtön. Drága anyám, szeretettel köszöntelek anyák napján. Kedves édesanyám, köszönöm jóságodat, és megígérem anyák napján, hogy mindig jól leszek. Kedves édesanyám, fogadd tőlem ezt a világot szeretetlenül él. Ó, ez most már úgy látszik, hogy ünnepelés. De úgy látom, az ünnepelés után visszajön a hűkülés. Lehet, hogy valami baj van a gépemmel? Éljenek az édesanyám! Egy-két há is! Éljenek az édesanyám! Kicsit vidámabban! Egy-két há is! Éljenek az édesanyám! És után ismét kumaszok vagyunk édesanyákkal. Nem csak a ünnep alatt kell szeretni édesanyákat, hanem a hétköznapokon is. Megígérjük, hogy jók leszünk! Éljenek a jó gyerekek! Éljenek az édesanyák! Na, akkor énekeljük! Thank you.
Én köszönöm állatást, hogy köcsönöm, és köszönöm minden szót. Tehát azokkal, akiknek vagyok a sajnálkül szegényebb a nagyobb. Nekik köszönhetünk életünket, és azt, akik vagyunk, ami véletünk vagy leszünk, az esik nekik gyönyörűség. Körülbelül 10 perc múlva, 15 perc múlva ugyanitt a műsor második részeként újra táncol a rontóbontó. Végtelen a örömmel jelentem be, gyermeknégy tánccsoportunk újból él, táncol, és 15 perc múlva itt meg lehet őket nézni. Várjuk vissza önöket, ne menjenek messzire!